Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket a Kontextus eszmetörténeti sorozatának következő epizódján. Ma az irodalom eszméjéről fogunk beszélgetni. Tisztelettel köszöntöm vendégeinket, Pécsi Györgyi irodalomtörténészt és Pap Endre irodalomtörténészt. Egy eszmetörténeti konferenciát rendeztünk a század végben nem olyan régen, és a konferencián Kulcsár Szabó Ernő az irodalom eszméjéről beszélt, ami első hallásra egy kicsit meghökkentő volt, mert az irodalmat eszmetörténeti szempontból megszokás közelíteni, de az, hogy maga az irodalom is egy eszme lehetne, ez nem teljesen újszerű, de mindenképpen egy mostanában szerintem szokatlan megközelítés. De hogy ennél konkrétabb legyek, hoztam is egy idézetet egyébként, ez Kulcsár Szabó Ernő a Sokaság hullámán az irodalmi entertainia eszméjéhez című előadásának az absztraktjában található, majd az idegen szavakat meg fogjuk magyarázni, viszont itt van egy mondat, ami szerintem jó, provokatív, problémafelvető, és azt veti föl, hogy a szórakoztatás szociális totalizációja, vagyis hogy igazából már az irodalom is a szórakoztatásról szól, és ezt ő egy új irodalom eszme formálódásaként ragadja meg. A következőképpen, a most formálódóban lévő, már nem magas, de még nem is populáris irodalmi eszmét, ugyanis olyan társadalmi környezet kezdi uralma alá vonni, amelyben a jó közérzet előállításának technikái, a saját értékek és tulajdonságok korlátozás nélküli valorizációjától, az önszínre vitelen és a dolgok rendjének a sajáthoz igazításán át, az értékkülönbségeket eltüntető másság elv egalitarizmusáig számos módon hatnak vissza az irodalmi szövegtermelésre. Ezt nagyon egyszerűen úgy is összefoglalhatnánk hétköznapi nyelven, hogy a gagyi és az értéktelen, vagy ami régi szempontjaink szerint esztétikai minőség szempontjából értéktelennek minősülő műveknek a túltermelését látjuk, tapasztaljuk, és nyilván ez a fajta túltermelés, ami a jó közérzetről szól, már csak ennek a megszerzéséről, ez visszahat arra, hogy egyre kevésbé tudunk ízlésítéleteket megfogalmazni irodalmi művekről. Ez talán túlzás volt, hogy tudunk, mert azt hiszem, hogy mi erre törekszünk, de az kétségtelen, hogy társadalmi szinten egyre nehezebb megmondani azt, hogy mi a szép irodalom, és hogy a szép irodalom mondjuk a Lektűrtől, a Populáris Regisztertől, a Bestsellertől mennyiben különböztethető meg, illetőleg, hogy a közösség tagjai, az olvasók, a befogadók elfogadják-e még ezeket az ízlésítéleteket, mert nekem azért az a határozott tapasztalatom, hogy egyre nehezebb már ilyesmit érvényesíteni. Hát nagyon egyszerű példa, mondjuk szerkesztőként is, azért régen a folyóirathoz beküldött szövegeknek azért mégiscsak egy tekintély elé járultak a szerzők, és várták a visszajelzést. Most már a szerzők által megsértődnek, és azt mondják, hogy a szerkesztő nem elég fölkészült, hogy értékelje az ő irodalmi munkásságát, és nyilvánvaló, hogy a közösségi médiában való jelenlét, ahol mindenki saját magát tolja előtérbe, az néha azt a látszatot kelti, mintha ez a fajta irodalmi tekintély, ez erre nincs is szükség, ez simán eltűnhetne. Mit gondoltok erről? Nem ilyen sötét a kép, vagy ennyire sötét a kép? Ugye itt az irodalom történész azt mondta, hogy most formálódik valami, ami a régi fogalmaink szerint még nem teljesen populáris, de már nem is a magas irodalmi regiszter. Ezt hogy látjátok? Most hát itt több dolog van, amit tisztázni kellene. Ugye, hát egyrészt, hogy csak szórakoztatás lesz-e az irodalom, és akkor az valamilyen módon szemben állna a minőséggel, hát már ez is kérdéses. Hát most csak úgy hozzunk egy kézenfekvő példát. Mondjuk, amikor a francia Hubert úr Villonnak és társainak költőversenyt rendez, akkor vajon az mit szolgál? Hát gondolom a szórakoztatást, holott nyilvánvalóan, hogy színvonal a szöveget hozhattak létre, hiszen ismerjük is ezeket, legalábbis a Villonét. Na most, tehát én nem gondolom, hogy ez a kettő szemben állna egymással. Másrészt, hogy meg valamilyen nagy korszakforduló lenne, ebben sem vagyok biztos, mert hát itt megint csak az esztétikai értékről és ízlésről kéne beszélgetni, de hát ez a történelem folyamán folytonosan változik, kultúrák és idők által állandóan módosul. Tehát ha abból indulunk ki,
hogyha mondjuk a Winckelmann fölvázolta annak idején a klasszikus irodalmiság, egyetlen klasszikus műveltségnek a paramétereit és alapelveit, és ahhoz mérjük mindent, akkor természetesen állandóan hanyatlásban vagyunk. De ha nem, és azt is csak egy történelmi jelenségnek nézzük, akkor szerintem ezt így egyértelműen nem lehet kijelenteni. Az bizonyos, hogy amit a Kucsár Szabó Ernő itt firtat, abban van némi igazság, amennyiben az a régebbi ízlést, amit talán még mindannyian, mind a hárman is képviselünk, és még talán Kulcsár Szabó Ernő is, az bizony háttérbe szorulóba van, és valóban egyszerűbb kódokkal, talán populárisabb nyelvhasználattal, könnyebben áttekinthető szerkezettel, poétikával élő irodalmak veszik át az irányítást, méghozzá az internetes megjelenés segítségével, és az ugye már régi vesszőparipánk, talán mondhatom, hogy az internetes megjelenésben ugye van egy nagy baj, hogy egyrészt szabad, de hát ugye a hierarchia teremtés, az érték ítélet alapján való besorolás, ugye az ott elég problémás és nehézkes, hiszen az egész internetes világ ugye a mellérendelésre van építve, és ott hierarchiákat teremteni, különböző kánonokat megjelenteni, természetesen ugyanúgy lehet, de hát az is csak egy versenyző a több közül, és akkor hát ugye itt már egy újabb kérdés vonódik be a beszélgetésünk tárgyába, a társadalmi tekintélynek a kérdése, amelyik ugye kierőszakolhat-e fentről, mondjuk az elit kultúra reprezentánsai által, vagy esetleg még politikai segítség által, és rá lehet ezt kényszeríteni a tömegre, ami a tömeg ugye hát természetesen tömegkultúrát fogyaszt, mi más fogyasztana. Igen, nehéz kérdések ezek, nyilvánvalóan ebben a beszélgetésben se tudunk ennek a végére járni, csak én azt mondom, tehát, hogy induljunk ki abból, hogy minden viszonylagos, tehát a nagy korszakforduló is csak egy viszonylagos dolog, hogy ha egyáltalán van ilyen, itt, ahogy most ismételjem magam, tehát most akkor beszélni kéne a társadalmi tekintéről, hogy az igazság, a erkölcsi helyesség és az esztétikai szépségnek a társadalmi megítélése és a tömeg általi elfogadottsága most jelen pillanatban hol áll, és hogy érdemes-e ezt a régi gondolkodásmódot, ízlést, értékfelfogást fenntartani, szerintem természetesen igen, de valamilyen módosult formában, de igen, hiszen itt kontinuitásra kell törekedni, tehát ezekről a dolgokról is lehet majd beszélgetni. Igen, de nem arról van ez szó, hogy korábban is volt azért egyfajta szórakoztatás, egyfajta tömegkultúra, csak nem volt totalizálva, tehát nem ez volt az egyetlen elfogadható elv. Ugye, mintha most a mennyiség, hogy ki hány lájkot kap a Facebookon, hogy az eladott példányszámot hogy tudja feltornászni, hogy kiről beszélnek a legtöbb médiumban, hogy ez lenne az egyedüli értékmérő egyre inkább, és a többi értékmérő elé tolakodna. Tehát én ezt látom egy nagy változásnak, mert nyilván a tömeg ízlése az tömegszerű volt mindig is. Azt hiszem, ebben nincsen vita, de talán amit te mondtál, az ilyen udvari kultúrában még azért a főúr vagy akár az uralkodó is próbált arra törekedni, hogy egyfajta elit kultúrát is támogasson, hogy ezt képviselje, mert így akar többnek látszani, meg a társadalmi tekintét akkor így tudta biztosítani. Tehát, hogy nem arról van ez szó, hogy túlzottan előtérbe került már egyetlen egy szempont. Hát én attól tartok, hogy Kulcsár Szabó Ernőnek nagyobb részt igaza van, hogy olyan átalakulás zajlik itt a világban, ami meglehetősen perifériára fogja szorítani azt a klasszikus irodalmat és azokat a klasszikus értékeket, amiket mi annak tartunk. Tegnap a Facebookon belebotlottam Jászberényi Sándornak a megjegyzésébe, hogy itt az idő, hamarosan meg fognak szűnni a állami támogatások, majd az olvasók el fogják dönteni, hogy mi az érték, miért fizetnek, miért nem. Érdekes módon ezt mondjuk komoly zenei koncertek esetében nem érvényesíti, vagy színházak esetében, hogy majd eltartja a közönsége. Tehát van egyfajta indulat, amit érzékelhetünk az úgynevezett minőségi vagy elit irodalom iránt, és egyáltalán az elit kultúra iránt, egyfajta indulat. Ha megnézzük a tömegtájékoztatás, tömegmédia
formáit, eszközeit, megnyilvánulásait. Tessék megnézni, megmondani, hogy hány irodalommal foglalkozó komoly műsor van a köztelevízióban, a kereskedelmi csatornákon, az állami rádión és a hasonló csatornákon, azt hiszem, hogy a katolikus rádiónak van egyedül komolyan számottevő irodalmi műsora. Színészek panaszkodnak, hogy kiszorultak a televízióból, rádióból, rádiózásból is kiszorultak, nem őket kérik meg beszélgető műsorokban, celebek uralják a dolgokat. Most már mindenki ír, verset ír, regényt ír, minden celeb átveszi az írónak a szerepét, és én ezt eléggé tragikusnak látom és tartom. Az, hogy szerkesztőként egyre gyakrabban találkozunk azzal, és meditálunk azon, hogy az, aki elküldi a versét, elküldi a prózáját, mondjuk a kortárs folyóiratnál szerkesztő, egyáltalán tudja-e, hogy mi az az irodalom? Vagy pedig egy érzelmi lendületből megír valamit, és azt mondja, hogy tessék, ez vagyok én. Én komolyabban venném a Kulcsán Szabónak ezt a megállapítását. Akkor hadd mondjak két példát a múltból, hogy mennyire számít a presztízs, és mennyire számít a megélhetés kérdésem, hogy ez a kettő körül bolyogint, azokat nyilván meg kell élni. Ugye hát Babits Mihály az Ides trók árulásában azt írta, hogy a szellem emberei elárulták magát a szellemet, tehát már az első világháború után volt egy óriási válság érzés legalábbis a magyar irodalomban, de a nyugat-európaiban hát is. Spenglernek ugye a nyugat alkonya, hát tulajdonképpen ebből született. Igen, tehát hogy itt valami óriási kultúraváltás következik be, és megint akkor jön a tömeg, és a tömeg saját magához hasonlítja azt az elit irodalmat, amit ugye még a 19. században követett az értelmiség, és akkor még ugye a francia irodalmat tekintették a non plus ultrának, és Csészabó Lászlóék, ugye Szerb Antallal, Halász Gáborral együtt állandóan olvasták az új francia revűt, és ott napra készek voltak a francia irodalomban, és ez volt a műveltségnek a mértéke. És tehát, hogy ki hova néz, hova méri magát, akkor ugye volt egy ilyen, nyilván egy arisztokratikusnak tekinthető régi mérce, és ehhez lehetett mérni, hogy ennek akarok megfelelni, és eszük ágában nem volt a tömeg ízlésének megfelelni, hát azt milyen lenézték. Na most, ha azt nézzük, hogy mit történt 1948-9 után, ugye jöttek a kommunisták, és most ugye éppen megnyitottam a Keszthelyi könyvhetet, és ennek apropóján utána néztem, hogy mikről beszéltek könyvheti megnyitók ürügyén a felkért megszólalók, és nagyon érdekes, és nagyon mulatságos néha. Na most, ugye a szocializmusban kijelentették, hogy a kultúra nem áru. És szerintem ez egy alapvetően fontos kijelentés volt akkor. Vita volt erről, talán a Kritika folyóiratban volt egy nagyon nagy vita, hogy áru. Évtizedes, igen. Hogy nem árult, és ez azt jelentette, hogy a tömegeknek el kell juttatni az ő általuk kijelölt magas irodalmat, méghozzá filléres áron, és óriási példány számunknak, ezt mindannyian tudjuk, milliós példányszámokban jelentek meg irodalmi művek, és például 1956-ban a forradalom előtt ugye a két legnépszerűbb író, Illyés Gyula és Szabó Lőrinc volt, ugye, és azt vitték, elvittek 100 000 példányt a köteteikből, ami egészen elképesztő. Na most ugye azt tudjuk, hogy ez is egy ilyen patyomkin falu volt, mert hát nyilvánvalóan ezek az embereknek egy töredéke olvashatta el ezeket a köteteket, és mit értett meg belőle, az meg egy más kérdés. Akkor is igazából a szakmának szól, csak azért mondom, tehát, hogy akkor a egzisztenciális kérdést tulajdonképpen a kommunista hatalom megoldotta, tehát aki a Magyar Írószövetség tagja volt, és könyvei jelenhettek meg, kapott valamilyen állást, és azok megéltek, tehát tulajdonképpen megéltek abból, hogy ők írók voltak, és igazából itt sem merült fel az a nagy probléma, hogy akkor most meg kell felelni a tömegízlésnek, meg nem, mert ha akarta, ha nem, akkor is megfelelt, mert kiadták 100 000 példányba, és ezt a brigádok felvásárolták. Az én édesanyám is ezt csinált egyébként, hogy a brigádban ő volt a könyvfelelős, és hordta haza a könyveket, és azért ülök, én most itt annyit tudtam olvasni, mert ott mindenféle könyv volt. Na most így is meg lehet közelíteni ezeket a kérdéseket. Tehát az, hogy az egzisztenciális és a presztízs kérdés, hogy viszonyul egymáshoz, ez is, nem akarok állandóan kibújni alól, az éles fogalmazás alól, de ez történelmi és kulturális kérdés is. Igen, most ha úgy vesszük, valóban a mi általunk által, tehát a mi általunk
tételezett magas irodalomiságnak az eszméje, ha van ilyen, vagy eszménye, az zuhanó repülésben van, de azért, mert általában szerintem maga a kulturális struktúra is valamilyen módon megrecsent, és hogy a művészetek szerepe, társadalmi presztízse is kezd alászállni, és valahogy funkcióvesztés állapotában van, hogy nem találja a helyét, és ugye vagy egy elit sznobériát kiszolgáló elit fogyasztásnak a célját szolgálja, vagy bizonyos múzeumi funkciókat tölt be, hogy bizonyos régi tudásformák, intézményi nyersülések még mindig fennmaradnak, pusztán azért, mert a 19. századi nemzetállami eszmény elvárta azt, hogy ilyenek legyenek egy modern nemzetállamban, hogy hát nyilván legyen művelődés, és legyen egy nemzeti színház, legyen opera, és nyilván legyen magas szintű irodalom, táncszínház, stb. Ezt lehetne sorolni. Ugyanis úgy gondolták, hogy a nemzeti kiteljesedés az egyrészt szellemi és esztétikai síkon valósulhat meg, másrészt meg állami, meg politikai, meg hatalmi síkon is természetesen, de ez a kettő egyáltalán nem zárta ki egymást akkoriban. Igen, én se szeretnék beragadni abba a pozícióba, hogy itt van egy nagy kultúravesztés, és akkor siránkozni lehet csak, mert abban az esetben jobb, hogyha mindnyájan nyugdíjba megyünk és visszavonulunk. Ugyanakkor meg szembesülni is kell azzal, hogy nagy változás van, ami azért az értékvesztés állapotát is magával hozza. És én azt gondolom, hogy ez régebbi keletű, mint a nemzeti művelődés eszmény. Tehát, hogyha mondjuk Horáciuszra visszamegyünk, ott már az élvezet és a hasznosság kettőssége volt ugye önmagában a művészet. De például Matthew Arnold azt írta, ugye ez is egy nagyon provokatív írás volt, hogy a vallást és a filozófiát fogja helyettesíteni az irodalom. Tehát a 18-19. Században volt egy ilyen felfokozott, és nyilván a mai szemszögből azt mondhatjuk túlzó várakozás az irodalommal szemben. A filozófiát, a komolyságot, egyáltalán az egész műveltségnek a centrumát sokan ebben látták, és azért ez a magyar művelődés történetben valóban, hát legalább a rendszerváltásig töretlen volt, hogy az irodalom van az eszmetörténet középpontjában, a politikának, a művészeteknek, és ugye általában aki komoly ember, az irodalmat olvas. Ugyanakkor például Max Eastman azt mondta, hogy az irodalmi észjárás, ő így fogalmazott, az a tudomány előtti koroknak a specializálatlan tudásán hordozza elsősorban, és hogy a tudományok majd ki fogják szorítani az irodalomnak ezt a rendkívüli komolyságát. Tehát, hogy itt nagyon régi keletű ez a vita, hát tulajdonképpen már Platónig meg Arisztotelészig visszavezethetnénk, és szerintem ennek egy lépcsője volt, amikor a nemzeti műveltség eszmény valóban az irodalmat és az irodalom történetírást ilyen fontosnak tételezte. De ugyanakkor azért az irodalom mégiscsak valamiféle komolyságot kell, hogy hordozzon. Na most ezt a fajta komolyságot hol tudjuk ma keresni? Én azt hiszem, hogy régen az irodalomból nagyon sok információt, akár kézzelfogható hasznos tudást is próbáltunk megszerezni. Korokról, mondjuk a történelmi regényt nézve, akkor eligazodni, segíteni az érzelmek feldolgozásába, tehát volt egy pszichológiai funkciója is mondjuk a költészetnek, és ezek a funkciók azért nem vesztek el. Tehát ugye mondtad, hogy a művészetek veszítenek a tekintélyükből, és persze most már nem is művészetről van szó, hanem kreatív iparról, ami szintén egy óriási változás, de az az emberi érzékenység, az az eredendő antropológiai érzékenység, az megvan. És az emberek, még tényleg a tömegember is keresi a művészeteket, érdeklődik iránt, és egyáltalán nem mindegy, hogy mit kap meg, amikor a művészet iránt érdeklődik. Hát az nézze, abból azt hiszem, hogy Oscar Wilde mondta, hogy a élet utánozza a művészetet. Tehát, hogy szerintem az a csúcspontja a művészi tekintélynek, azt mondjuk, hogy az élet fölött áll, és gyakorlatilag mintát nyújt minden másnak, és hát persze, hogy a magyar történelemben, a magyar művelődés történetben úgy alakult, hogy a nemzeti válásban az irodalomnak igen fontos szerepe volt, ugye hát Toldi Ferenc irodalom története már ugye, hogy a mostani befogadó irodalom láttatja, már a hiányzó nagy eposzt volt, hivatott
pótolni és helyettesíteni, és olyan tudásformákat, olyan lelkiséget és ízlést próbált ugye sugározni a kialakuló nemzetre, ami utána általánosan lehet, és hogy magyar karaktert is megteremthet, és hogy akkor ebből már ugye származik a nemzeti klasszicizmusnak a gondolata, amelynek a példaembere ugye Arany János, és akkor ugye hát természetesen is ez is az irodalom, ez is az irodalomnak az eredménye, hogy az irodalom teremti meg ezt a nemzeti eszményiséget elsősorban nyilván, de hát aztán volt persze historizáló romantikus festészet, és aztán ugye a zene, stb. De tényleg az irodalomnak kiemelkedő szerepe volt, és ugye hát egyrészt, hogyha a nyugaton ugye elveszíti ezt a rendkívüli nagy presztízsét a művészet, Magyarországon meg aztán pláne, és ugye a Trianon után meg ugye hát ez egy válsághelyzet volt, és akkor ugye akkor merülnek fel ezek a kérdések, hogy akkor mivel más eszközünk nem nagyon van, akkor megint a művészet és a művelődés erejével lehet a magyarságot visszahelyezni Európa térképére, és valamilyen módon visszaszerezni a régi dicsőséget, és akkor megint óriási tehertétel hárult a magyar irodalomra, hát hogy a Németh László és társaik óriási feladatokat tűztek ki a magyar irodalomra, hogy az magyarság új lelkületét alakítsák ki. Hát gyakorlatilag a 19. századi feladatokat újraértelmezve, újra az írók nyakába tették ezeket a terheket, és egyáltalán a művészeknek a nyakába, akik egyébként nagyon jól állták ezt, én azt hiszem. És tehát mindig volt egy plusz társadalmi küldetése a művészetnek, és ugye a kommunista hatalom átvétel után is volt. Tehát nyilván fel kellett tartani valamilyen kontinuitást, és a polgári hagyományokhoz kellett valamilyen módon kapcsolódni, illetve hát lépést kellett tartani a nyugat-európai fejlődéssel, a művészi fejlődéssel, és hát ugye ez már főleg a 70-es évektől, 80-as évektől ez a magyar irodalomban meg is valósul, és átveszik azokat a szövegalkotási, poétikai, narratológiai módszereket, önszemlélet és nyelvfilozófiai tételeket, amelyek utána segítenek a magyar irodalomnak európai léptéket tartani. Hát ami a rendszerváltozás után volt, hát az már ugye az a mi világunk szerintem, és az nekem, hát én úgy szocializálódtam, mert az egyetemen is, hogy valami két teljesen különálló dolog van ott. Ugye egyrészt volt a Debrecen Egyetemen ez a régi szellemtörténeti iskolának a leágazás, ami ugye még Barta János alapította az intézetet, hogy ott jelentése volt annak, hogy a irodalom a nemzeti szellemnek egy fontos megnyilvánulási formája, és így valami organikusan nő ez ki a nemzeti szellemből és lélekből, és ezt kell tovább folytatnunk, hiszen a történelemnek a célja, egyik célja, hogy a nemzetek kifejezhessék magukat, kifejezhessék a tudásformáikat, lelkületüket, karakterüket. És volt egy másik irányzat, ami már ugye a nyugat-európai, meg amerikai új hullámnak lehet nevezni, akkor ez már persze 20-30 éves hagyomány volt nyugaton, de akkor jött át Magyarországra, és akkor jöttek ezek a dekonstrukciós iskolák, a különböző poststrukturalista elméletek, hermeneutika, stb., narratológia, stb. Ezek átszakították a falat, és gyakorlatilag megpróbálták lesöpörni ezt a régit, és ez egy nagyon értékes, érdekes szellemi, nem azt mondom, hogy zűrzavart, egy ilyen fergeteg volt ott az egyetemen, és amikor utána az ember bekerül a hitelszerkesztőségebe, hogy hát rájön, hogy itt valami régiről van, mert megint szó, hogy a irodalomnak nemzetteremtő funkciója van, illetve nemzetfenntartó funkciója van, hát is, illetve nyilvánvalóan nemzeti tudatformáló funkciója is van, tehát óriási terheket kell viselni. És akkor az ember közben rájön, hogy egyrészt lövik a másik oldalról, akik ugye az újfajta elméletek alapján azt mondják, hogy ez egy anakronisztikus vállalkozás, sőt, az egész nemzet egy anakronisztikus vállalkozás, valamiféle a 19. században a gazdasági társadalmi körülmények között szükségszerűen létrejött formula, ami utána elnyomóvá válik, korlátozóvá válik, és a 21. században eljön majd a globalitással a nemzetállamoknak a halálának a kora is, és ehhez képest ugye egy másfajta művelődést kell preferálnunk. És ebbe az ösztűzbe, ebbe a purparléba, ebbe a vitába éltem én lett gyakorlatilag az irodalmi életemet, és ott is, hát mivel szembesül az ember, ugye azzal, hogy amit ő értéknek gondol, azt mások nem gondolják értéknek, sőt,
hát kinevetik és lenézik érte, és akkor ezzel ebben szembesül, hogy a, na, itt, például itt nem is a tömeg, egyáltalán az eliten belül is, hogy itt eliten belül retteltesen törés van. Sőt, ez az elit másik része nem is tekintett bennünket elitnek, hát sőt, senkinek nem tekintett bennünket, wrestlinek, akiket ugye el kell takarítani. Tehát ebben a tekintetben nekem ez egyáltalán nem új. Tehát az, hogy most a tömeghez próbáljuk mérni, de a tömeg egyébként magában nincs irodalmi műveltsége, tehát mihez mérjük? Mihez mérjük ezt a... Tehát hogy nyilvánvalóan egy irodalmi folyóirat, ha ezt a, ennél a példánál maradunk, mert miért nem maradnék, hiszen egy folyóirat főszerkesztő vagyok, az egy nem egy népszerű dolog, azt egy szűk kör olvassa, de én ennyiben azért tényleg arisztokratikus vagyok, hogy az a lényeg, hogy kiolvassa. Egész egyszerűen ez egy szakma, és önmagában is, és például az operát sem érti meg mindenki, a balettet meg még úgy sem. Tehát, hogy ehhez kell egy olyan befogadó közeg is, amit ugye ki kell nevelni, és én csak arról akarok beszélni, hogy nem kell feltétlenül a tömeg önzéséhez mérni mindent. Mert hát a tömeg ugye egyre lefelé nivellál, ugye az a lényeg, hogy minél népszerűbb legyen valami, ugye minél több lájkot kapjon, és, mert ugye ebből lehet megélni. Egész egyszerűen ez a kettő feltételezi egymást, ami népszerű most, az rentábilis, az megél, abból meg lehet élni, ami meg nem, hát ugye akkor itt egy újabb kaput kinyitok, hogy akkor az meg állami támogatásra szorul, még pedig abból a feltételezésből, hogy ha már nemzetállamról beszélünk, már pedig Magyarország jelen pillanatban nemzetállamról beszélünk, és szuverenitásról beszélünk, és önrendelkezésről, és függetlenségről, és stb. Ezek már ugye önismétlő kategóriák, akkor bizony ennek az államnak szüksége van arra, hogy legyen saját kultúrája, méghozzá magas szintű, olyan kultúrája, ami európai vagy világszínvonalú kultúra. Az irodalomban persze ezt elég nehéz megállapítani, mert nyelvhez kötött, de szóval itt a presztízsről lenne szó, hogy az államnak, ahogyan el is látja a szavazatát, hiszen föntart rettenetesen sok intézményt és óriási pénzt a kultúrába, de nem igazán fejez arra hangsúlyt, hogy reklámozza is, vagyis hogy presztízs teremtsen ezeknek a kulturális formáknak, megnyilvánulásoknak. Egyébként szerintem ez csak gyakorlatilag mecenatúra is, illetve állami támogatás, ha úgy tetszik, propaganda kérdése, hogy mit lehet befuttatni és mit nem, szerintem. Megfelelő szakemberek és megfelelő pénz útján igen nagy, igen szép eredményeket lehet elérni külföldön és belföldön is. Lehetséges, hogy a nyelvhez kötöttség a kulcs, de nagyon jó, hogy az operát fölhoztad példának, mert annak a presztízse tulajdonképpen megkérdőjelezhetetlen, azzal együtt, hogy mindig is tudtuk, hogy kevés ember érdeklődik iránta. De tudjuk azt, hogy Németországban nagyon sok operát el tud tartani az állam, nem tudom a számot, de biztos, hogy 10 fölött. Magyarországon jó, ha egy operát el tud tartani, nyilván ez a lélekszám, meg a műveltség szerkezetének is a függvénye, de ettől még azt nem lehet megkérdőjelezni, hogy legalább erre az egy operára szükség van. Na most itt viszont azért látok az irodalom tekintetében egy hiányosságot, hogy még ha mecénásként az állam föl is szeretne lépni, nagyon nehezen válogat. Tehát kit támogasson, mi alapján támogasson, hogyha nincsen egy olyan szakmai tekintély mögötte, amire az állami mecenatúra hagyatkozhat, hiszen az államnak soha nem lesz ízlése jó esetben, tehát nem fogja azt megmondani, hogy ki a jó író. Nyilván egyébként az állami díjaknál az utóbbi időszakban tapasztalható zavarodottság az kicsit ezt is kifejezésre juttatja, hogyha nincsen egy erős szakmai elvárásrendszer, amire hagyatkozhat az állami döntéshozó, akkor itt egy zavar támad a mecenatúrában is. Nem tömeg ízlést kell kiszolgálni, de azt tudomásul kell venni, és nem mehetünk el mellette, hogy az alkotás, maga az alkotói folyamat eltömegesedett. Tehát, és ez nyilvánosságot is kap. 30 000, 50 000 író van ebben a pillanatban Magyarországon, és alsó hangon mondtam. Kortárs szerkesztőként hetente 6-8 verset kapok közlés, az kiszámoltam az elmúlt 15 évre körülbelül
3000 szerzőt utasítottam. Egyszer én is kiszámoltam, amikor verszerkesztő voltam, legalább 5-6000 emberrel leveleztem. Ez ilyen alsó hang, ez a 3000. Eltömegesedés, mondjuk a fotóművészetben ki tudnám megmondani ma, hogy ki a fotóművész, hiszen mindenki fényképez, mert ahhoz csak az kell, hogy csettintsen. Egyet a versíráshoz, hogy legyen egy hangulata, amikor leül. És ezek a műkedvelőknek nevezem, én nem szeretem a dilettáns kifejezést, tulajdonképpen nagyon jól szervezik magukat, és elfoglalják azokat a kulturális tereket, területeket, amiket igazából az úgynevezett elit irodalomnak kellene fenntartani. Egy város, egy régió, az ő saját költője. Hát 80-an mennek el egy műkedvelő költő bemutatása, és oda, és nem mennek meghívni egy komolyabb írót, mert annak meg nem lenne közönsége. Tehát itt azért van egy tennivaló. A másik, ami nagyon lényeges, hogy valóban az államnak a, vagy a kulturális irányításnak a felelőssége, hogy akarja-e, hogy fönnmaradjon egy nemzeti kultúra, egy minőségi nemzeti kultúra, amiben be kell vállalni azt, hogy az én mániám az, hogy a magyar irodalom és a magyar kultúra alapvetően sokféle. És ez a sokféleség, ez összeadódva ér valamit, ha ér. Ez kikristályosodik egy idő után. Meg kell mondjam, hogy a 80-as években, a kommunista időszakban azért tudni lehetett, hogy ki az, aki a pártűségért vagy a lojalitásáért kap díjat, de egyébként vigyáztak arra, hogy minőségi alkotókat ismerjenek el. Jobbról, balról egy cigány, egy király. És ez még tulajdonképpen 90-es években is érvényben volt. Ugye egyfelől nyilván tudjuk, hogy az irodalmi élet megosztott, és szerintem azt is könnyűszerrel elfogadhatjuk, hogy mind a két oldalon vannak értékek, most az, hogy milyen arányban, az már nyilván vita tárgya lehet. Ami politikailag megosztottságként értékelhető, az mondjuk irodalom értelmezőként, sokszínűségként. És ugye akkor hozzuk itt szóba a közös irodalom történeti vállalkozásunkat, a Magyar Irodalmi Művek 1956-2016 című könyvet, ami azért mégiscsak ebben az értékzavarban, amelyről eddig beszéltünk, próbált egy picit rendet vágni, nem vindikálva magának azt a jogot, hogy egymagában eldöntsön bármit, ez egy vállalkozás a sok közül, és nyilván az a legjobb, ha minél több hasonló vállalkozás sikerrel zárul, és az volt ugye a mi előfeltevésünk, hogy az ideológiai mozzanatot félretéve, ami ugye gyakran vádként hangzik el minden irodalom történésszel szemben, akár konzervatív, akár liberális, akár urbánus, akár népi, tulajdonképpen egyik kategória sem igazán jó a művészetek terén, de mindenképpen valamiféle megosztottság az érzékelhető. Hogy tudnélik, ideológiai alapon szelektál művek között, és ugye ennek a irodalom történeti vállalkozásnak az volt a célja, hogy ezt a szempontot félretegyük, és alapvetően a befogadás, a szakmai elfogadottság és az esztétikai minőség szerint szelektáljon a szerkesztő bizottság. Ugye ez a könyv 3 évvel ezelőtt jelent meg, én néha arra gondolok, hogy most már nem vágnék bele ebbe a munkába, és nem azért, mert olyan nehéz volt feltétlenül megszületnie, hanem egyre kevésbé beszélnek irodalom történetekről. Tehát amiről, hogy nemzeti irodalom történetírás, hát az irodalom történetírás végső soron mégiscsak egy nemzeti vállalkozás volt, és hogyha azt mondjuk, hogy egy korszak küszöbön járunk, és ez a fajta gondolkodás a művészetek terén egyre inkább kiszorul, akkor hogyan lehet még irodalom történetről beszélni, nem csak kánonról, akár kánonokról hogyan lehet beszélni, mert nagyon sokan azt mondják, hogy mindenkinek megvan a személyes kánonja, mindenki el tudja dönteni, hogy mit szeretne olvasni. Hát nem, kézi könyvekre sincsen szükség, hát tájékozódik, amogyan tud, a médiából, vagy ahogyan engedik, hogy tájékozódjon, mert megvan a maga közösségi médiás profilja, és akkor majd a hirdetések alapján úgyis
mondjuk a piaci szereplők eldöntik, hogy mi az, ami neki való. Ti hogy látjátok ezt, hogy ennek milyen hatása lehet még az e fajta irodalom történetnek? Egyébként van egy most egy nagyon is pozitív gyakorlati hatása, a kislányom most érettségizett, és például Lázár Ervinből az ott szereplő szócikkel készült föl, és kiválóan tudta használni, és nagyon innen is üdvözli Nagy Gábort, a szócikk szerzőjét. Tehát van ilyen gyakorlati haszna, igenis, a tanárok használják már érettségére való felkészítésre, és ez nagyon jó, bár ugye a 45 után irodalom, hogy mindig most a gyerek az érettség belül is, de hát majd változik ez is a korral. Én egyetemen is használják, én egyetemi hallgatóktól kapok folyamatosan. Igen, hát az ugye a szakmának ugye ez a elegáns közömbössége, hogy hát ez várni lehetett. Hát ugye presztízs harcok, na itt van presztízs, itt presztízs harcok vannak a szakmán belül, és különböző féltékenységek, és nyilván akik ebből nem vettek részt, azok ezekről nem vesznek tudomást. Másik oldalról meg, hogy akik kimaradnak, azok nem vesznek róla tudomást. Hát bonyolult dolgok ezek, de szerintem az idő majd elhozza ennek a vállalkozásnak az igazságát is, és egyébként amely a kánonalkotást illeti, mert ugye erről van szó, és ha most megint visszakanyarodunk a legelejére, hát ugye itt megint valami eszmeiséget kellene egy kánonnak is felmutatnia, de hát mióta van például irodalomnak eszmeisége? Hát valószínűleg ugye a felvilágosodás óta, ugye amióta, hát ugye egyáltalán, hogy Max Weber mondta, hogy a egységes vallásos világkép szétesik ugye különböző tudásformákra, és egyik tudásforma az esztétikumnak a megítélése. És hát nyilván azóta, meg amióta ugye a felvilágosodás enciklopédistái és különböző gondolkodói elkezdtek kategorizálni és ezen gondolkodni. Vagy amióta ugye Goethe kitalálta a világirodalomat. Ugye, mert hát gyakorlatilag ő jelenti, hogy van világirodalom, ami azt tételezi föl, hogy a sok nyelven, számos helyen, számos korban, történelmi korban megírt irodalmi művek valamilyen módon összetartoznak, és valamiféle közös eszmélyiséget próbálnak tovább éltetni az emberi kultúrában. Hát innen van, és akkor már megint visszakanyarodva hogy a nemzeti kultúrához, a nemzeti kultúrának alapvetése kell legyen, hogy legyen saját nemzeti emlékezete, és van egy művöldés történeti emlékezete is, ezt mindenki, ha nem tartja föl, nem sok jövőt jósolok ennek a nemzetállamnak. Ez most csak egy hatalmi szempont egyébként, vagy praktikus létfenntartási szempont, mert azt ezért szeretném hozzátenni, hogy egy nemzeti kultúra fennmaradásának nem létféltétele a nemzetállam megléte, gondoljunk a reformkorra például, éppen fordítva is feltűnhet, ha éppen hiányzik, az óriás energiákat szabadíthat fel ebben a tekintetben, a nemzeti kultúra tekintetében. Na, ez csak egy zárványos megjegyzés volt. Tehát szerintem a kanonizálás mindig fenn fog maradni. Az egy másik kérdés, hogy én is írtam erről, hogy a mai világban, ahol a nemzeti kultúra már tényleg csak egy alternatíva, a gyerekek is már úgy nőnek föl, már kiskortól, hogy hát nyilván nem csak a nemzeti kultúrával találkoznak, hanem bármi mással, amit a nyugati média rájuk zúdít, és az interneten belül aztán meg aztán tényleg nincs határ, és bármilyen találkozhatnak, és ezen belül tényleg csak egy szelet a úgynevezett nemzeti kultúra, amit lehet erősíteni az iskolai oktatással, és ezt meg is tesszük. Tehát amíg például irodalmat oktatnak, meg magyar nyelvet az iskolában, szerintem addig azért az eltűnéstől nem kell tartani, mert ez azért az embereknek valamit mégis alapot ad. Ami viszont a kanonizást illeti, hát például ez a lexikon, a kanonizálásnak egyfajta formája, hogy amikor a művek állnak a középpontban, ugye talán ez ilyen tipikus modernista megközelítés, hogy a mű számít, nem az alkotó elsősorban, hanem maga a mű, és akkor abból kell kiindulni, és a műveket kell elsősorban ismerni, és az alkotót, az már ugye egy szabadon választott lehetőség, hogy ember utána megy, hogy kiírta ezt, és tájékozódik. Ez is egy felfogás, igen, de szerintem ennek létjogosultsága van, és hát miért ne írnak? Mi is írtunk, tehát szerintem fognak is, hát előttünk is írtak, ugye a Szegedi Masszákféle irodalomtörténeti vállalkozás, 3 nagykötet, ami óriási bukott megítélésem szerint, de az is egy irodalomtörténeti vállalkozás volt, ami abban eszményítésből indult ki, vagy nyilván abból a kényszerből, hogy a globalizálódó világban ugye újfajta hozzáállással kell viszonyulnunk a multikulturalitáshoz, és a magyar irodalomnak, és egyáltalán a magyar művelődésnek ebben a multikulturalitásban kell valamiféle kis helyet találni, és akkor találjuk ki, vagy próbáljuk meg igazodni a külföldi elvárásokhoz, és utána kiderült, hogy ezek az elvárások egyrészt vagy nincsenek a magyar irodalommal szemben, vagy ahány nagyobb nyelvterület, annyiféle, és hát mindegyikhez elég nehéz igazodni. Egyébként például
például meg lehet nézni, hogy ki szereti például külföldön Márait, melyik országban népszerű, vagy melyik országban népszerű Szabó Magda, vagy melyik országban népszerű most Eszterházi, stb. Stb. És ebből nagyjából ki lehet következtetni, hogy ott, ha van elvárás, de szerintem az is egy szűk rétegnek az elvárása, az mit szeret olvasni. Na, szóval csak ennyit, én mennyit akartam most ehhez hozzátenni. Amikor Nyugat-Európában, nagyobb városokban járok, akkor mindig bemegyek a könyvesboltba is a legnagyobb, és végignézem a kínálatot. Párizsban elsírom magamat. Az a 6 emeletes a Szent Mihály útján könyváruház, tetőtől talpig, nullától a végtelenig, minden, ami a francia kultúra, irodalom megvan, sokféle kiadásban. Gyerekeknek letompítva, ismeretterjesztő szinten, aranykötésben, paperbackben, és van egy kisebb rész, ahol ilyen bestsellereket árulnak, ami nálunk azért a fő passzás terület a könyvesboltokban. És mindig tele van a könyvesbolt vásárlókkal, és sorba kell állni, hogyha fizetni akarsz, és a parkokban mész, olvasnak. Tehát megvan, de a középosztály is az a tradíció. Sajnos nálunk a kommunizmus alatt nem sikerült kifejleszteni, nem sikerült létrehozni azt a középosztályt, amelyik ugyan alkalmazott és kiszolgáltatott, de kulturálisan mégiscsak egy középosztály szintre akarta hozni a kommunizmus. A rendszerváltozás után pedig gyakorlatilag ennek a szándéka is megszűnt. Én erre a lexikonra nagyon-nagyon büszke vagyok, és most is vállalnám, és nagyon sajnálom, hogy egy lehetetlen helyzet alakult ki, hogy nem tudjuk folytatni, és nem tudunk egy javított kiadást létrehozni. Ezt is nagyon fontosnak tartom. A filmlexikont, amit az MMA adott ki, szintén nagyon fontosnak tartom. Mindenkinek, aki bírálattal élt, azt mondtam, tessék, csináljatok jobbat. Mert az, hogy ha szétnézünk, ugye a Spenót volt, meg a Sóska volt a nagy vállalkozás, a kommunizmus, csak azóta mi történt? Egyet a Szegedi Maszák csinálta meg ezt az akadémiát. Ott akkor Szörényi László bejelentette, hogy a MTA Irodalomtudományi Intézete készül a nagy, komoly, modern irodalom története. Nem lett belőle semmi, annak már 10-valahány éve. Meg lehet csinálni. Nagyon szeretem például az egyéni irodalomtörténeteket. Mondjuk Rendel Lajos könyve az mindig ott van a kezem. Ugye én egy csomó dologban nem értek egyet vele, de élvezem azt, hogy van egy rendező elve a Lajosnak, és ő szerint végigmegy. Nagyon inspiratív. H. Jánosnak a Kik vagytok ti, ez a kicsit celeburdi, kicsit vagány irodalom története. Biztos vagyok benne, hogy sok tanár kezében is, diák kezében, középiskolás, gimnazista diák kezében ott van, szeretik H-t, elolvassák. Lehet, hogy sokkal többet, sokkal nagyobb hatással lesz, és sokkal nagyobb utakat nyit meg benne a szellem meg az irodalom felé, mint egy komoly irodalom történet. Egyébként én azt gondolom, hogy az ilyen egyéni monográfiák vagy gyűjtemények igazából népszerűsítés szolgálják, hát gondolj csak Babicsra vagy Szervantalra. Ezek nagyon olvasmányosak, de hát azért ugye szakmai szempontból ugye hát egyrészt elavult szemléletet képviselnek, és hát erősen vitatható, igen. De egyébként tényleg arra nagyon jó például egy középiskolásnak, vagy akár egy egyetemistának is, hogy az kézbe véve, az szórakoztatva tudja. Elinduljon egyébként. Igen, elinduljon. Felé terelni, igen. Igen, egyébként a műközpontúság ugye nagyon szépen szembeállítható ezzel a valóban modernista elképzeléssel a populáris regiszter, ami a szerzőközpontúságnak egy nagyon furcsa változatát képviseli. Tulajdonképpen az életrajzi szerző számít egyedül, mert ahogy a legtöbb ember találkozik az irodalommal, az tulajdonképpen az irodalmi bulvár, hogy a szerző magánéleti nyavajái, és akkor ezzel próbálja közel hozni ez a fajta, mert ez is egy irodalom értelmezési változat, tetszik vagy nem tetszik, így próbálja közel hozni a művet, általában a műig egyébként nem jut el az, aki mondjuk az írók hálószoba titkaira kíváncsi, vagy akár az írók közötti burparlékra, vitákra kíváncsi, nem biztos, hogy eljut a művekig, de kétségtelenül ez egy nagyon erőteljes értelmezői, most már mondhatjuk azt is, hogy hagyomány, és szerintem ezzel is dacolt az, hogy itt a művekre helyeztük a hangsúlyt. Hát figyelj, ami most kezd kialakulni ebbe az internetes világban, tehát ilyen
törmelékekből jön létre alkalmi egység, gyakorlatilag a végtelen fecsegés folyik jelenleg a különböző médiákban is, és az interneten is, a végtelen fecsegés, és abban olyan irodalmi foszlányok jelennek meg, ilyen, talán ilyen törmeléken, hogy is mondják, ez hordalék, amiben egyébként szerintem azt se tudják sokan, hogy ez honnan van, bizonyos idézetek forognak, rosszul, összepárosít a másokkal, stb. Egy óriási katyvasz ez az egész, és ez egy újfajta kultúra, ez már tényleg egy újfajta kultúra, és én is megfigyelem már magamon, hogy például erre a feleségem szoktatott rá, és ez tudom, egy profán megközelítés, de hogy úgy nézett filmeket, hogy több részletben, és nem is lineáris sorrendben feltétlenül, hogy össze-vissza, és akkor így előbb-utóbb így az ember összerakta, ugye ez már a Tarantino filmeknek egyfajta előzmény, ez már összeállt, hogy össze-vissza kevert a sorrend, de előbb-utóbb összeállt. És David Lynch is ilyen. Igen, tehát csak gondolom, hogy mostanában, tehát igazából igen, és a szerzőségnek is a problémája, hát ugye senki nem tudja már, hogy honnan származnak, kivétel a okosoknak, nem tudják, hogy honnan számoznak különböző idézetek, de élnek velük, és össze-vissza kevernek, kavarnak mindent. És ebben a katyvaszból, hogy ez is egyfajta kultúra, nem tudom, hogy van ennek neve. Én tudom, hogy most már kutatják a populáris kultúrát, és hogy egyáltalán, hogy annak lenne valami elvárás horizontja, ezt én nem tudom megmondani. A pillanatnyi érdekességen kívül egyébként nem tudom, hogy mi. Fogalmam sincs, mert ugye most már nem egy-két perce van valakinek, pár másodperce, TikTokon, meg ilyen felületeken, ott nem sok időd van. Igen, szóval nem tudom, ez is egy kultúra, nyilvánvalóan, és ez nem az irodalom mellett szól, és nem a magas művészet mellett szól, természetesen, de hát ugyanakkor megvan ennek a másik oldala is, hát azért sznobéria az még mindig van, és érteti a művészeteket, tehát főleg a képzőművészetben tapasztalom én ezt, ugye nem tudom, hogy mennyire lehet itt most itt sztorizgatni, meg fecsegni, tudjuk minek a se, csak mellegfem nem kerül valami sebe, hogy ja, van ez a Richter nevezetű német festő, és hát itt volt 2-3 éve kiállítása, és én megnéztem, és hát ez egy nagyon érdekes élmény, mert hát biztos ismertek a Vásznait, hát ugye óriási filozófiai eszmefuttatások vannak társítva a képekhez. Egyik kép mellé egy hossza le volt írva, hogy azon gondolkozik a festő, hogy mi a látvány, egyáltalán, hogy mi ezt önkényesen teremtjük-e meg, hogy ennek van-e bármiféle természeti, vagy filozófiai alapja, és mi alapján alakul ki egy látvány, és egy, tényleg egy komoly elmélyült művészet elméleti eszmefuttatás, és utána mellé van téve egy kép, ami le van festve szürkére. És ugye az ember úgy nézi, hogy igen, szóval, hogy na ehhez kell sznobéria például, és ez fut. Ugye, bár amikor mi ott voltunk, hát rajtunk kívül nem nagyon volt látogató, de... Igen, de akkor a róla készült film is nagyon népszerű volt, igen. Ahol tulajdonképpen a fotorealista gondolkodásának a megszületését igen, az is volt. Filmesítették meg, szerintem az is hozzájárult az igen. Ő de sikeréhez. Csak mondom, hogy nagyon összetett és sokrétű a világ, és én most az alapfeltételés visszatérve, én nem nagyon látom azt, hogy most itt valaminek nagyon vége lett volna, csak legfeljebb áthelyeződnek a hangsúlyok. Ez most egy tömegtársadalom nyilvánvalóan az, de hát a mostani kihívásokra, amikkel szemben állunk, ugye, hát olyanokat ígérnek, hát olvasom az újságot. Egyik azt ígéri, hogy a mesterséges intelligencia halhatatlanná tesz bennünket, a emlékeinket valami gépbe fogják betárolni, és az örök életre ott lesz, és akkor mindig élni fogunk. A másik meg azt mondja, hogy 20 évvel vége van a világnak, mert felforrunk, megfagyunk, mit tudom, valami történik, és elmegy az áram, és akkor kész minden. Na most ilyen jövőképekkel kell gyakorlatilag az embernek kalkulálnia, hogy akkor most ez napján milyen ilyen stratégiát folytasson. És például hát itt a művészetnek például mi a szerepe? Mi a szerepe a művészetnek, amikor megjelenik a mesterséges intelligencia, és már szabadon hoz létre szögeket, ami nyilvánvalóan a posztmodern kor, ezek vendégszögek, mindenhonnan össze söpregeti őket, és ebből létrehoz egyfajta szerkezetet, és aminek még talán van is értelme, talán, és akkor, na most gondolj bele, tehát ilyen napon például az irodalomnak milyen esélye van, hogy minden csak másolat. Ugye tudom, ez nem úgy gondolat, a posztmodernnek is egy alapgondolata volt, hogy minden már csak másolat, de itt már tényleg az van, és most már nem is kell hozzá talán ember, és tehát, hogy például az irodalom fölvethet például ökológiai kérdéseket, na de bum, akkor mi van? Szóval igazából fát kell ültetni, mert ezzel lehet, ugye már azt is mondják, ha bekapcsolod a számítógépet, és mit tudom én, ez feltöltöd valóban, az már olyan rettenetes energiafelhasználás, ami már káros, nem ezt kéne csinálnod, mert írhatsz erről, hogy most egyébként riogatni az embereket, természetesen lehet, és lehet, hogy igazok van, akik riogatnak, én nem tudom megítélni.
majd kiderül, fogalmat, most kinek higgyek, nem tudom, nem tudom ellenőrizni. Csak hogy mondom, hogy ezekben az alternatívákban, ebben a jövőképben mit lehet kezdeni? Nem is tudom pontosan. Tehát itt a popularitás fog feltétlenül dönteni. Szerintem a popularitás egyáltalán nem fogja az érdekelni, előbb-utóbb mindenki majd menti a saját bőrét, és nem is tudom, mi lesz. Hát ugye lehet, hogy a hollywoodi filmeknek lesz igazuk, hogy ugye bekövetkezik az apokalipszis, és utána bandák egymást gyilkolják, és vagy az olajat kell megszerezni, vagy a vizet, vagy mit tudom én mit. És tehát nem tudom, szóval... Hogy... Igen, Cormac McCarthy az útban ezt már leírta a kedvenc szerzőm. Hát minden esetre az irodalom, meg a művészetek, akármilyen okosakat vagy butaságokat beszélünk róla, az megvan nélkülünk, és van egy önjárása a művészetnek, hogy létrejön, mindennek ellenére létrejön, megformálódik, és valahogy kicsiszolódik, és akkor letisztul. Ezt nem tudom megmagyarázni, de hát tudjuk, hogy a börtönökben, Kolimán, mindenhol megszülettek a versek, és nem is rosszak. A tömegtársadalomban is megszületnek, itt túl sok, tehát ellenőrző, vagy gondolkodás nélkül születnek meg, vagy ha 2 hetes magzatot akarna már mindjárt gyerekként világra hozni. És közben azért vannak mélyáramlati vonalak, amikre talán érdemes figyelni. Tomka Beátánál olvastam, hogy sok nyelven olvas meg, eléggé tájékozott a nagy irodalmakban is, és a kis irodalmakban is, hogy az nagyon érdekes dolog történt az utóbbi 10 évben, hogy nem a nagy klasszikus nemzeti irodalmak viszik el a díjakat, és a média figyelmet, meg nem azok aratnak könyvpiacban, hanem azok a irodalmak, amelyek identitás válságban vannak. Nyelvet cserélnek, kultúrát cserélnek, mert hogy igazából a 21. századnak valószínűleg ez a legnagyobb problémája, vagy legnagyobb dilemmája. Sok millió szám kényszerülnek elhagyni az otthonukat, nyelvet váltani, kultúrát váltani. Nyugat-Európa ugye ebben belehal lassan, hogy másod-harmad generációs érzi azt, hogy idegenné vált, és ezek megfogalmazódnak az irodalomban, és nem csak a díjakat viszik át, hanem megnyílik egy természetes érdeklődés az olvasóban, nem a tömegolvasóban, nem a vagy olvasóban, hogy választ kapjon arra, hogy ő tulajdonképpen akkor kicsoda. De lehet, hogy ez a régi elitnek az érdeklődése, és ők osztják a díjat? Hogy Nem. Ki osztja a díjat például? Tehát, hogy ők viszik el a díjat, de ki osztja a díjat? Tehát, hogy ezek gondolom ilyen tekintélyes intézmények, vagy nem is tudom, ki osztják. De, mert ugye ez az ő problémájuk. Hát igen, mert rájuk ég a ház, hát ugye, hogy akkor mi lesz? Én például nagyon kíváncsi volnék arra, hogy kint van 600 ezer magyar dolgozik Nyugat-Európában, Angliában, Németországban, főleg a vajdaságiak, a jugoszláviak, Ausztráliában, hogy majd egy második generációs, de már most várnám, hogy írja meg azt az élményét rendes regényben, hogy mit jelent egy nyelvet, kultúrát váltani és idegennek lenni, miközben oda született. Ugye te ember. Abonyi Nagy Melindára utalsz, írtál is a könyvéről, aki... tulajdonképpen ezt a problémát igen. Magyarként pontszolgatja. Soha nem volt aktuálisabb szerintem Domonkos Istvánnak a Kormányeltörésben című verse, és látom, hogy folyamatosan hivatkoznak, megüti a fülemet, ezek azt se tudja, hogy honnan való, de mint a Bibliát idézi, hogy kiáll a fejemből a habverő. Tehát az a kérdés, hogy tud-e az irodalom, és akkor... a mi valóságos problémáinkról és gondolatainkról fogyasztható módon írni. Mert a léleknek a belső vívódása az valószínűleg sokkal kisebb olvasót érintenek meg, ahogy tűnik el a vallás szikkad ki, szárad ki metafizikailag, transzcendenciális érdekenység szempontjából Európa, de az, hogy a társadalomban, a világban hogyan élünk, és ezt meg tudja ragadni, erre szerintem változatlan az irodalom képes, mert hogy összetett, mert mesében meséli el,
és azt lehet így ilyen olyan elméletekkel alátámasztani, de megfog valamit, amit semmi más nem tud megfogni. Se a celeb nem tud megfogni, se a másik, se a harmadik, se a harmadik. Az érdekes lehet, hogy a celeb mitől ment tönkre, vagy mitől van annyi öngyilkos Hollywoodban. Igen. Ha ezt egy jó regény, egy Corman McCartney megírja, akkor ez biztos, hogy megmarad. Azt tudom mondani, hát végülis a Marci felvetése az irodalom eszmeiségre vonatkozott, és az irodai eszmeisége azért e fölött kell, hogy álljon, ugye? Mert az eszme az ugye az fölöttünk áll, az adott korok fölött, és az adott kultúrák fölött, és tehát hogy az eszme, mi az irodalomnak az eszméje most? Hogy tehát az, hogy igen, tehát ebben a tekintben, hogy nyilván mindig emberi tapasztalatot fog közvetíteni, és lehetőleg minél sokrétűbben, és olyan emberi tapasztalatok is közvetítsen, amelyek esetleg elnyomott társadalmilag, vagy teljesen háttérben van szorítva, ismeretlen, stb. De hát nyilván olyat is kéne közvetítenie, ami egyébként meg régi hagyományos, csak ugye másféle módon, stb. Tehát igen, tehát szerintem az eszmeiség az végülis ez, hogy ami a 90-es években, a 2000-es évek elén dúlt az egyetemekkel, most nem tudom egyébként mi van is belátásom, hogy az irodalom ne legyen referenciális. Hát szerintem ennél nagyobb butaságot. Hát most leginkább a baloldali identitáspolitikák térhódítása. Na, de az hajlik, az abszolút referenciás. És az abszolút referenciás. De hogy ezt mondták annak idén, és akkor valami éteri közegben mozogjon fönt. Egyébként nagyon szép a lárpullár, és egyébként néha még vonz is. De igen, tehát én is azt gondolom, hogy most már nem erre, az irodalmi eszmeisége nem erre fog mozogni, vagy mozdulni, és abban a tekintetben beláthatjuk azt, tehát hogyha nem erre mozdul, akkor ezek a régi eszmeiségek lehet, hogy eltűnnek, és sokkal nyersebb és durvább lesz ez az irodalmi érdeklődés, és az értéktudatunk is, hogy minél nyersebb, minél inkább belemegy a valóságba, minél inkább referenciális, annál inkább érdekes lesz. Valószínűleg ez lesz, én is ezt tippelem, de lesz, csak hogy az, hogy milyen formában fog ez az irodalom megjelenni a mostani médiavilágban, hát ez egy óriási nagy kérdés, nem tudom. Tragikusnak tartom, hogy a rendszerváltozás után 30 évvel sincs nemzeti könyvkiadónk, amelyik szisztematikusan, folyamatos munkával, a legjobb szakemberek együttműködésével a nemzeti kultúrát, irodalmat, szép irodalmat, társadalomtudományt, egyéb műveket piacon tartja. Nincs minimális konzenzus sem a értékről jelenleg. A magyar kulturális elitem belül sincs szerintem. Annyira nincs, hogy gyakorlatilag a szóba sem állnak egymással. Tehát így nagyon nehéz. Olyan szuper embereket kellene találni, akik ezt meg tudnák valósítani, és ütés és lövés állóak. Hát nem tudom, egyébként, mert tényleg nagyon kellene, ez egy alapvető dolognak kellene lenni, ugye, mint a Nemzeti Színház létének, de hát nincs. És még egy dologra szeretném, ha kitérnénk, Györgyi, te egy könyvszakmai újságnak is a főszerkesztője voltál, illetőleg egy könyvkiadót is vezettél mind mostanáig, és maga a szép irodalom, erről elég sokat beszéltünk, de hogyha a nyugati, akár a frankfurti könyvvásár könyv kínálatát nézzük, akkor azt vesszük észre, hogy most már túlnyomó többség az úgynevezett non-fiction könyv, ami nem a szakmának szól, hanem a szélesebb közönségnek, de bizonyos tudományterületnek az eredményeit, gondolkodását közvetíti, és én azt veszem észre magamon, hogy miket rendelek meg az Amazonon keresztül, hogy általában non-fiction könyveket, és úgy olvasom őket, mint a regényeket, mert szórakoztatóan, élvezetesen meg vannak írva, tudást is közvetítenek, és a könyvkínálat mondjuk a nyugat-európai piacon nagyon erőteljesen ráállt ezekre, miközben, hogyha mondjuk a magyar könyvheti katalógust megnézem, akkor az túlnyomó részt a klasszikus szépirodalmat kínálja. Mit gondolsz erről, hogy miért nem tudott gyökeret verni a magyar könyvpiacon igazán ez az úgynevezett non-fiction, amit mi jobb szó hiány ismeretterjesztésnek hívunk, de nem erről van szó, tulajdonképpen a nem szép irodalomról van szó inkább. Hát lehet egy butaság, amit mondok, de az angol és a francia kultúra az világra termel. Tehát egy angol eszét úgy kell megírni, hogy azt Indiában az egyszerű angolt beszélő, értő középosztálybeli is megértse.
a franciákkal ugye világkultúra volt legalább a két háború között, meg civilizált kultúrateremtő, meg civilizált teremtő nép, ők ahhoz szoktak hozzá, hogy a világ olvassa őket. Én azt tragikusnak látom, és próbálom néha a kortársnál is a szerzőket arra meggyőzni, hogyha ír egy jó esszét, azt mesélje el. Tehát ha megnézzük ezeket a franciákat, angolokat, németekre ez nem igaz, az egy elég merev rendszer, amit szerintem átvettünk fogalmilag. De a non-fiction ott is nagyon hódít. Ott is nagyon hódít is, tehát aláássa ezt a poroszos szemléletet, hogy az a kérdés, hogy hogyan értelmezzük, hogy ez kitágulásnak, szellemi kitágulásnak értelmezzük, vagy pedig szellemi lebutulásnak. Én föltétlenül a kitágulásnak értelmezem, hiszen a gyerekek már abban nőnek föl, már az óvodában is abban nőnek föl, hogy kis traktor, autó, lámpa, mit tudom én, megtanulják, meséket tanulnak hozzá, hogy az ismeretterjesztést azt nagyon sokszor olvasmányos szinten fogadják be, nem egy merev módon. Szerintem alapvetően innen értelmezhető, hogy egy angol eszékötetet, filozófiai kötetet abban a pillanatban több százmilliós olvasónak szánnak. Nem engedhetik meg maguknak azt, hogy különböző nyelvi szinteken fogalmazzák. Meg ott is van persze azért egyetemi irodalom, amit... Hát főleg mondjuk az analitikus nyelvfilozófia, igen, nyilván, aki az egyetemi szférában akar előre haladni, ezt a nyelvet el kell sajátítani, de te akkor azt mondod, hogy van egy olyan írásmód, igen, ami a közönséget célozza meg, és ez mondjuk a magyar nyelv területen nem terjedt el. De ez egy régi francia és angol hagyomány, tehát ők már 18. és 19. Igen. században is ilyen könyveket írtak. Igen. Hát ugye a magyar esszéírók, a Csészabolféle nemzedék, őket tekintették ideálnak, és őket próbálták utánozni. Hume esszéire gondolunk, igen, miközben Hume is megírta maga nagyon mély kognitív filozófiai könyveit is, de írt esszéket. Igen, egyébként én nagyon pártolom ezt egyébként, meg, de az, ugye az a baj egy kicsit a magyaroknál, hogy sokkal kevesebben foglalkoznak ezzel, és akik foglalkoznak, ugye az a tudományos előmenetel szempontjából is írnak, és ott meg aztán mások az elvárások, ugye, és hát akkor nem a népszerűségnek áldoznak, hanem inkább a különböző a tudományos elvárásoknak, szakmai elvárásoknak, és a kettő ugye nem fedi egymást feltétlenül. Hát szerintem ez is lehet az oka, meg ilyen kicsi a piac, hogyha többen tudnának ezzel foglalkozni. Meg azért az melósabb, ugye, hogy a ismeretekkel is kell rendelkezni, nem csak költeni, ugye, vagy fikciós szöveget létrehozni. Igen, is jobban bele kell fektetni. Nekem például nagyon hiányzik a magyar irodalomból az írói esszé műfaja. Amikor, ugye, mert az irodalmat, meg a bármilyen művészeti teljesítményt ketten értelmeznek alapvetően, az egyik a szakma, a saját alkotói szakma, a másik pedig a történész, irodalom történész, vagy művészet történész. Tehát amikor a saját szakma azzal is, hogy mit követ, mit emel ki, milyen elemeket vesz át, mit tart tovább fejleszthetőnek a korábbi dolgokból, vagy akár személynek a megbecsüléséből, az irodalom történész pedig hát rendszerezve próbálja ugyanezt megtenni. Na most olyan hatalmas esszé hagyománya van a magyar irodalomnak, főleg a két háború közöttről, de még a 60-as, 70-es, még talán 80-as évek, igen, elejéből is, ami nem kisebb teljesítmény, mint a szép irodalom, amit létrehozott. Most ez gyakorlatilag megszűnt. Ez egy nagyon-nagyon melós dolog. Hát, alig tudok mutatni itt közelben valakit, aki néhányan törekszünk el, de kevesen. Igen, de van hogy ilyen. Mondjuk, amikor költészethez nyúlok, akkor Ág Istvánnak az Ahogy a vers mi bennünk kötetét előveszem. Vagy a Fénylő Parnasszus, amelyik szerintem irodalomtörténészek is, a Csokonai Berzsenyi, hát ez egyszerűen fantasztikus, amihez hozzányult. Vagy Markó Bélának az esszét, ami gondolkodik, mondjuk Tamási Áronról az gondolkodik, hogy létezik-e erdélyi regény, és odáig jut, hogy nem Tamási Áron az erdélyi szellemnek az írója, vagy a Csokonai vers a Marosvásárhelyi sorokra egészen más érzékenységgel fordulnak, ott a Kárpát
Kárpát-könyökben a Marosvásárhelyi sorokhoz, mint mondjuk itt Magyarországon. És ezek a pluszok, ezek nagyon hiányoznak. Én a költőket mindig bátorítom, hogy írjatok esszéket. De hát ez ugye melós, melós dolog. Hát nagyon melós, és egyébként itt pedig megint a filozófia és az irodalom viszonyáról beszélhetnénk, de nem akarom ezt a kérdést kinyitni. Hát egyre kevesebb a gondolkodó író, tehát az író. Igen. Írni tud, de nem feltétlenül gondolkodik is, miközben az írással együtt jár a gondolkodás, tehát ez is egy rendkívül kacifántos kérdés, de nagyon sok író nem töpreng el olyan mélységében, akár azon, hogy ő mit csinál, akár pedig azon, hogy miről ír, és hogy hogyan ír, nem feltétlenül probléma ez egy író számára, és pontosan akkor, hogyha adott esetben a populáris regiszterrel beéri. Igen, igen. Én még Alexa Károlyt is megemlítetném, mert ugye a magyar polgár, magyar író szerintem ez egy igen-igen jó kötet, és ugye most is előrokkolt egy újabb eszékötetet. Szóval igen, nem elég sok az eszé, bár ugye mi a Hitelben mindig törekedtünk rá, hogy sok eszét közöljünk, és közöltünk is, és a tematikus számaink azok gyakorlatilag eszékből álltak annak idején, és ez hát jó, rosszul sikerült is. Tehát igen, azért is kellett felfüggeszteni, mert nincs elég ember, aki ezt meg tudná írni megfelelő színvonalon. Igen, ez probléma. De hát ahogy csökken az irodalom presztízse, sajnos úgy csökken, vagy silányul a felhozatal is. Hát most nem tudom, láttátok, hogy mivel foglalkoznak mostában a fiatalok, például mikről írnak? Hát nyilván ilyen lelki problémákról. Igen, ilyen privát. Vagy ilyen ökoaggodalmakról, meg vagy ilyen szakmai problémákról, amit az egyetemen hallottak, stb. Stb. De hogy valaki tényleg úgy kitekintsen, hogy akkor na most mi ez az élet egyáltalán, és hogy milyen érdekes, mennyi érdekes dolog lenne a világban, nem nagyon van. Tehát, de ez már a 90-es évek után megfigyelhető volt, hogy valahogy így a szakmaiság eluralkodik az irodalmi alkotáson belül is, mert ugye az írók egyben irodalmi szakemberek is voltak, és akkor különböző elméleti problémákat lehetett a művekben is felvetni, és azokon időzni, gondolkodni, hát ugye ennek a népszerűsége csekély. De én is azt érzékelem, hogy a legintenzívebb szellemi mozgás az nem az irodalomban van, hanem valahol a vizuális kultúrában. Ott tudják elcsípni, megfogalmazni, láthatóvá tenni, és gyorsan visszacsatolhatóvá is tenni, mert hogy... Illetve, hát ugye van most, az is egy divatos dolog, hogy a filozófiának van egy ága, ami nem egy elvon dolog, hanem ilyen nagyon praktikus problémákkal foglalkozik, hát például a politikával, vagy különböző stratégiák kialakításával, éles stratégiák kialakításával, stb. Azok szerintem érdekes írás, amit Harari-tól kezdve, stb. Hát, ha ezeket filozófusnak lehet, meg Zizek, vagy hogy kell kiejteni, ugye... Hát Zizek igazi filozófus. Tehát, hogy vannak ezek a sztár filozófusok is. A Harari-t azt kimondottan ebben a non-fictionbe sorolnám, igen, tényleg jól fogyasztható, igen. Vitaképes, megvan egyébként a tudományos hátországa is, és népszerű. Igen, igen. Tehát, hogy van ez is. Tehát ez szerintem az irodalomnak a határvidéke. Ez egy, ha jól csinálják, akkor ez lehet minőségi irodalom is. Ugye persze most akkor arról kéne beszélni, hogy mitől az esztétikum, hogy van abban a szövegben, és miért hat ránk esztétikailag, ugye egy szövegen belül, de hát ez már tényleg nagyon messze vezet. Ez már nagyon messzire vezetne, de kétségtelen, hogy valamiféle esztétikai hatása számomra legalábbis a jól megírt non-fiction könyvnek is van, de valóban most már ez nagyon mélyre vezetne. Úgyhogy megköszönöm a beszélgetést Pécsi Györgyinek és Pap Endrének, a nézőknek pedig a figyelmet.